Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Az Úr legyen veletek. Karácsony éjszakája van, Jézus születésének ünnepe. Vizsgáljuk meg a lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
Könyörögjünk! Istenünk, Te az igaz világosság fölragyogásával fényessé tetted ezt a legszentebb éjszakát. Kérünk, add, hogy akik fiad megtestesülésének tündöklő titkát megismertük itt a földön, az ő örömeit elnyerjük a mennyben, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Fiú adatik nekünk. A nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál árnyékának országában laknak, azoknak nagy világosság támad. Nagy újongással töltöd el őket, kitörő örömet adsz nekik. Úgy örülnek majd színed előtt, ahogy aratáskor szoktak örülni, s ahogy akkor örülnek, amikor a zsákmányt osztják. Mert terhes igáját, a vállára nehezedő rudat, sanyargatója botját összetörted, mint Midián idejében. Mert gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, s az ő vállára kerül az uralom. Így fogják hívni, csodálatos tanácsadó, erős Isten, örök atya, béke fejedelme. Messzire kiterjed majd uralma, és a békének nem lesz vége Dávid trónján és királyságában, amelyet a jog és az igazság által megerősít és megszilárdít mostantól fogva mindörökké. Ezt teszi a seregek urának féltő szeretete. Ez az Isten igéje.
Szent Lecke, Szent Pál apostolnak Tituszhoz írt leveléből. Testvéreim, Isten üdvözítő kegyelme megnyilvánult minden ember számára, és arra tanít minket, hogy szakítsunk az istentelenséggel és az evilági vágyakkal. Éljünk becsületesen, buzgón és szentül ezen a világon. Várjuk reményünk boldog beteljesedését. Nagy Istenünknek és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét. Hiszen ő önmagát adta értünk, hogy minket minden gonoszságtól megváltson, megtisztítson és jó tettekben buzgolkodó, választott néppé tegyen. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Azokban a napokban Augustus császár elrendelte, hogy írják össze a földkerekség lakosságát. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíria kormányzója Kirinusz volt. Mindenki elment a maga városába, hogy összeírják. Galilea, Názáret nevű városából, József is fölment Dávid városába, a judeai Betlehembe, hogy összeírják eljegyzett feleségével, Máriával, aki gyermeket várt. Amíg ott tartózkodtak, beteltek Mária napjai, hogy megszülje gyermekét, világra hozta elsőszülött fiát, pólyába takarta, és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson. A környéken pásztorok tanyáztak a szabad ég alatt, nyájukat őrizték az éjszakában. Egyszerre csak megállt előttük az Úr angyala, és az Úr dicsősége beragyogta őket. Nagyon megrémültek. Az angyal így szólt hozzájuk, ne féljetek, íme jó hírt hozok nektek, amely nagy öröm lesz az egész népnek. Ma megszületett a megváltótok, az Úr Krisztus Dávid városában. Ez lesz nektek a jel, kisdedet találtok pólyába takarva és jászolba fektetve. Az angyalt hirtelen nagy mennyei sereg vette körül, Isten dicsőítve ezzengték, dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jó akaratú embereknek. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim! Ez a mai éjszaka, karácsony éjszakája, egy istenkereső éjszaka. Akkor az ember a sötétben, a maga életének, meg a világának a homályában, sőt mély sötétségében is, keresi, kutatja azt, hogy hol találja meg Istent, akiben megtalálhatná igazi önmagát is, kiben megtalálhatná a jövőjét és az életének az értelmét és reménységét. És hosszú utat tesznek meg a
mai evangéliumnak a szereplői, József és Mária az angyali üdvözlet, az angyali megjelenés óta eltelt hónapok során először belül a szívükben, az életükben tesznek meg egy nagy benső utat, és aztán pedig vár rájuk egy hosszú utazás is Názáretből Betlehembe, és annak az útnak a végén egy istállóba jutnak. És ott születik meg Jézus. És ugyanígy angyalok jelennek meg a pásztoroknak is, és aztán ők is elindulnak egy útra, hogy megkeressék a megváltót, és ők is a jászolnál találják meg őt. És arról szól ez a történet, hogy az ember Isten keresésének, tehát amikor az ember az Istent keresi, akkor a jászolnál fogja megtalálni őt. Gyere el a jászolhoz, és ott megtalálod Jézust, és Jézusban megtalálod Istent, ő Istenben pedig az életed értelmét és önmagadat. Mit jelent ez? Azt jelenti, kedves testvérek, hogy a Jóisten, aki mindeneket teremtett, kinek a hatalma végtelen, az ember számára a szegénységnek, egyszerűségnek és a bensőséges szeretetnek a közelségében akar megmutatkozni. Nem találja meg Istent az, aki gőgös szívvel, vagy nagyra vágyó lélekkel keresi őt. Nem találja meg Istent az, akinek Isten csak arra kell, hogy több hatalma, vagy több pénze, vagy több, nem tudom, befolyása legyen. Csak azt találja meg Istent, aki azért keresi őt, hogy több szeretet és szolgálat élhessen a szívében. Ez az éjszaka, ahogy az olvasmány is mondta, meg ahogy az evangéliumban is látjuk, megvilágosítja azokat, akik benne részt vesznek, akik ott vannak. Ez világosságot hoz a számukra. És a mi számunkra is annak a világosságát hozza el, hogy rossz úton jártunk, amikor másút kerestük a boldogságot, mint a jászolnál. Rossz úton jártunk, amikor megfeledkeztünk arról egymás között is, hogy valójában azt tenne boldoggá bennünket, ha önzetlen szívvel, jó lélekkel szeretni tudnánk egymást. És hogyha megteremtenénk önmagunkban és önmagunk körül is azt az egyszerűséget, amely levet minden sallangot és mellékes dolgot, és kizárólag erre a jó akaratra, emberségre, együttérzésre, szeretetre összpontosít. Úgyhogy kedves testvéreink, eljöttünk ma este, éjszaka ide a templomba, azt kérjük a Jóistentől, engedje meg nekünk, hogy ez a karácsony ne csak egy ünnepi hangulat legyen, hanem hozzon világosságot, Istennel való találkozást, megújulást és békét az életünkbe. Segítsen minket abban, hogy a figyelmünket az igazán lényeges dolgokra, Isten és az embertársaink iránti odaadó és bátor szeretetre fordítsuk. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban,
aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, ezen a szent éjszakán földre szállt az Isten, örvendező lélekkel térdeljünk jászola elé, és kérjük őt. Add, Urunk, hogy betlehemi csillagot fénysugara világítson minden ember szívébe. Kérünk téged, hallgass meg minket. Védj magadnak szállást otthonainkba, és őrizd meg egységben családjainkat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy a betlehemi barlang egyszerűségéből vigasztalást merítsenek a szegények és elhagyatottak. Kérünk téged, hallgass meg minket. Költözzél szívünkbe kegyelmeddel, és ne engedd, hogy a bűn elszakítson tőled. Kérünk téged, hallgass meg minket. Töltsd el békéddel minden ember szívét, hogy megértés uralkodjék a világon. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Jézus Krisztus, te az Atya akaratából emberré lettél, és közöttünk laktál, hogy megoszd velünk az emberi élet örömeit, gondjait és bánatát. Megtestesülésed titkára kérünk, segíts most veled együtt úgy élnünk, hogy egykor veled legyünk az örök dicsőségben is, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Istenünk, fogadd el ünnepi áldozatunkat, hogy az itt megvalósuló titokzatos csere által eljussunk üdvözítőnk dicsőségére, akiben emberségünk már egyesült az Istenséggel, ki él és uralkodik mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk,
mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által, az ige megtestesülésének titka által, dicsőséged új fénye ragyogott föl nekünk, hogy amikor látható alakban megismerjük Istent, a láthatatlan világ szeretetére gyulladjunk általa. Ezért az angyalokkal és a szentekkel együtt dicsőséget himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük. Magasztalunk téged, mennyei atyánk, mert életünk útjain velünk vagy mindig, de különösen most, amikor szent fiad Jézus szeretetének asztalánál egybegyűjt minket, magyarázza a szentírást és megtöri a kenyeret, mint egykor az Emmauszi tanítványoknak. Kérünk tehát mindenható Istenünk, küldd el szent lelkedet e kenyérre és borra, hogy Jézus Krisztus jelen legyen közöttünk testével és vérével. Ő ugyanis a kínszenvedése előtti estén, vacsora közben kezébe vette a kenyeret, majd hálát adott, megtörte, a tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Majd ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, ismét hálát adott, odaadta a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Jóságos atyánk, most ünnepi lélekkel megváltásunk emlékét üljük, és hirdetjük, hogy szeretsz minket. Kényszenvedése és halála által szent fiad átment az új életbe, és feltámadásával eljutott a te dicsőségedbe. Nézz jóságosan erre az áldozatra, Jézusra, aki testét és vérét odaadja értünk, és ezzel az áldozattal megnyitja nekünk az utat hozzád, mennyei atyánkhoz. Irgalmas Istenünk, ajándékozd nekünk szent fiad lelkét, a szeretet lelkét. Adj erőt mindnyájunknak, akik az Úr asztalához járulunk, hogy valamennyien papok és hívek, Ferenc pápánkkal és Csőr püspökünkkel együtt, örömmel és bizakodással járjunk életünk útján, hitet és reményt sugározva magunkból.
mennyei atyánk, irgalmas testvéreinknek, akik Krisztus békéjében hunytak el, és légy irgalmas minden megholdhoz, akinek hitét csak te ismerted. Támaszd fel őket a végső napon. Ha pedig majd a mi útunk is véget ér, védj fel minket is országodba, ahol az élet teljessége és az örök dicsőség vár reánk. Engedd, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, az apostolokkal és a vértanúkkal, Flüei Szent Miklóssal és minden szenteddel együtt, Urunk Jézus Krisztus által téged dicsőítsünk és áldjunk. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjünk ki szívből egymással. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Könyörögjünk! Urunk Istenünk, örvendezve ünnepeljük ma megváltunk születését. Kérünk, add kegyelmedet, hogy hozzá méltó életünkkel dicsőségében is részesüljünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Mindannyiuknak kívánok áldott boldog karácsonyi ünnepet. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével!